Ha valakinek volt is kételje a felől, valóban lesz-e új Dunahíd a Paks 2-es beruházás részeként, annak a most történtek elosztathatják aggályait. A kivitelező átvette a munkaterületet és megkezdődhet a tervek szerint 91,9 milliárd forint költségvetésű beruházás. Ezzel egy újabb jelentős lépést tettünk a híd megépüléséhez, úgyhogy innentől kezdve a kivitelezőnék átadták a munkaterületet, kezdődhetnek az előkészítő munkálatok. Azt gondolom, hogy a látványos munkára még azért egy pár hónapot várnunk kell, különböző talajmechanikai próbafúrások, illetve telepelőkészítések zajlanak majd. 40 hónap áll a kivitelező rendelkezésére az objektum átadására, mely egy kétszer egysávos úton ad majd lehetőséget a közlekedésre. Filik Géza Kalocsa polgármestere azt mondja, ezzel fizikailag is megvalósul majd az a régi álom, melyet a kalocsaiak évtizedek óta dédelgetnek. Ez a kalocsa-paksi együttműködés ezáltal is egy jelentős bástyát kap, és a fizikális megközelíthetőség is két település között lerövidül, illetve Kalocsának az autópálya csatlakozás is szinte karnyújtásnyira lesz. Filik Géza azt reméli, a beruházása a tervezethez képest hamarabb elkészül, és elindulhat az a fejlődési folyamat, melyre Kalocsa polgármestere szerint kész a Dunatisza közti település.